Köszöntöm nézőinket, önök a Tolnatáj televízió híradóját látják, Lehel Kata vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Berobbant a kánikula, Szekszárdon a város több pontján is frissítőpontok várják a járókelőket. Követhetetlen az emelkedés, az utcaemberét kérdeztük a növekvő élelmiszerárakról. Bajban a halak, az aszály nem könnyíti meg a horgászok helyzetét. Lopott felnivel akart kereket oldani, lebukott a bűncselekményeket halmozó tolvaj. Tombol a hőség az egész ország területén, szombat éjfélig harmadfokú hőségriasztás van érvényben. Ezekben a napokban még fokozottabban kell ügyelni a napi folyadék mennyiség bevitelére. Szekszárdon a Garai téren felállított vízautomatákból diákmunkások osztják a hűsítővizet, valamint a város három pontján is párakapuk frissítik a járókelőket. Ez a járókelő épp vizet kap a szekszárdi Garai téren felállított vízautomatából. A polgármesteri hivatal által kihelyezett gépekből a kánikula ideje alatt bárki kérheti a hűsítő folyadékot. Korábban a hivatal munkatársai osztották a vizet, most már diákmunkások vették át ezt a feladatot. A hőség idején ugyanis fokozottabban kell ügyelni a napi folyadékbevitelre. Úgy vesszük észre, hogy azért elég jól fogy, tehát a hőségben tényleg szükségük van az embereknek a folyadékpótlásra, mint ahogy ez egyébként normális is, és nyilván kérni is kell mindenkit, hogy ilyenkor azért gondoskodjon, akár saját maga is, hogyha hosszabb távra elmegy, akkor vigyen magával vizet, és lehetőleg vizet, ne pedig cukros üdítőt, alkoholt pedig különösen nem fogyasztunk ugye ilyenkor. A városban három helyszínen párakapuk is segítik a járókelők felfrissülését. A Garai téren, a Babits Mihály Kulturális Központnál, illetve a rendelőintézet mellett párakapuk is működnek. Ezek is a lakosság, illetve a járókelőknek a hűsítését szolgálják. Illetve a városban több helyszínen parkok, játszóterek környékén ivókutak is találhatók. Ezek is mindegyike működik, úgyhogy ezekből is vizet tud nyerni a lakosság. Csütörtökön az országos tisztifőorvos az ország egész területére vonatkozóan szombat éjfélig hosszabbította meg a korábban elrendelt harmadfokú hőségriasztást. A parlagfű pollen koncentrációja a Dunántúl déli területein már helyenként elérheti a tüneteket okozó közepes szintet, közölte a Nemzeti Népegészségügyi Központ. A következő napokban várhatóan fokozódni fog a pollenterhelés, és a gyomnövény virágporára allergiások gyenge szénanáthás tüneteket tapasztalhatnak. A leggyakoribb allergiás tünetek az orrfolyás, a tüsszögés, az orr- és szemviszketés, a könnyezés, a fáradékonyság. A tünetek erősségének mérséklése érdekében azt javasolják, hogy a parlagfű virágporára érzékenyek ne feledkezzenek meg a gyógyszereikről, és keressék fel kezelőorvosukat a megfelelő kezelés beállítása érdekében. A Dunántúlon jellemzően fejlettebbek a növények, míg a legszárazabb térségekben még az egy méteres magasságot sem érik el. Hónapok óta folyamatosan drágulnak az élelmiszerek, a gyümölcs többek szerint már a megfizethetetlen kategóriába tartozik. Ezt mondta a stábunknak az utcaembere. Az áremelkedés mindenkit érint, hiszen azok a termékek, amiken nincs ársapka, akár 100-120%-kal is többe kerülnek most, mint egy éve. 34% fölé ért az élelmiszerárak átlaginflációja, írja az egyik online gazdasági portál. De van olyan termék is, ami 100 vagy akár 120%-kal drágább, mint tavaly ilyenkor. Stábunk megkérdezte a járókelőket, hogy mi viseli meg legjobban a pénztárcájukat. Minden. Borzasztó. Eljövök 5-6 ezer forinttal, ugye a napi bevásárlás nem elég. Hozzá kell nyúlni a másnapihoz. Hogy 10 ezer forintért már semmit nem kapunk, és egy ebédre nem elég az az élelmiszer. Úgyhogy, ja, jó sok, jó drága, felét nem keressük, mint amennyibe kerül. Egy felmérés szerint a zsemle és a kifli ára 120, míg a félbarna kenyéré 107%-kal emelkedett, és már az egyik legolcsóbb spagetti tészta is 700 forintba kerül. A trapista sajt 92%-kal, a só 69%-kal, a tejtermékek többsége legalább 50%-kal lett drágább. Miszler Zoltán úgy fogalmazott, próbál az ember túlélni. Ezt, amit mindenki tapasztal gyakorlatilag, hogy ha bemegy a boltba, akkor szinte minden nap más és magasabb árat kap. Úgyhogy igazán ez a biztosítékkévelés, amikor ugye hónap végén a borítékot nézi,
az meg általában ugyanaz az összeg, és nem 8-10%-kal emelt minden hónapban. Amit egy évvel ezelőtt 15 ezer forintért meg lehetett vásárolni a boltban, az most meghaladja a 20 ezer forintot. A járókelők közül volt olyan ember is, aki elmondta, érzékelik az emelkedést, de nem tudnak mit tenni ellene. Amit meg kell venni, nem lehet mit csinálni, hát ez van sajnos. Ezek az emelkedések számos tényezőnek tudhatók be a szakemberek szerint, elsősorban az energiaárak és a közlekedési árak növekedésének, valamint a szomszédban zajló háború következményének. Hogy mikor tetőzik, vagy visszaszorulnak-e valaha az árak, azt még nem lehet tudni. Új igazgató vezeti a Tolna megyei szakképzési centrumhoz tartozó Hunyadi Mátyás vendéglátó és turisztikai technikum és szakképzőiskolát. Bacher Erika azt mondja, szeptembertől egy teljesen felújított, az országban egyedülálló eszközparkkal rendelkező intézményben kezdhetik meg a diákok az új tanévet. Ez pedig az oktatók számára is hatalmas lehetőség és kihívás is egyben, hiszen minden korábbinál jobb feltételek mellett tudják átadni a szakmák csinyát-binyát a gyerekeknek. Az épülettel nem csak jó dolgok járnak, hanem felelősség is jár, és szeretnénk ennek az épületnek mind az állagát, mind pedig a beltartalmát olyan színvonalra emelni, amit megérdemel ez a szakma, a vendéglátás turizmus. Újabb 9, 23 és 50 év közötti férfinél igazolták a majomhimlő fertőzést Magyarországon, ezzel 42-re nőtt a fertőzöttek száma. A Nemzeti Népegészségügyi Központ közlése szerint a fertőzöttek július 25-e és 31-e között majomhimlőre utaló tünetekkel keresték fel a területileg illetékes egészségügyi szolgáltatót, ahol minden esetben mintát vettek majomhimlő gyanúja miatt. A fertőzött emberek otthon tartózkodnak elkülönítve, a legtöbbjük életvitelszerűen Budapesten él, ismertették. A betegség általános, nem specifikus tünetekkel, mint a láz, hidegrázás, izomfájdalom, hátfájdalom, fejfájás, fáradtság, illetve a nyirokcsomók duzzanatával kezdődik, majd 1-3 nappal a bevezető tünetek után bőrkiütések jelennek meg. A kiütések sok esetben először az arcon, majd a tenyéren és a talpon fordulnak elő, olvasható a közleményben. A gyermekvédelem ügyét csak együtt a szociális és gyermekvédelmi területen dolgozók összefogásával lehet sikerre vinni, mondta a belügyminisztérium gondoskodáspolitikáért felelős államtitkára. Fülöp Attila az állami gondoskodásban élő fiatalok országos találkozóján az új és végleges helyre került Ágota tábor jubileumi 25. megnyitóján elmondta. A társadalom és a kormány a koronavírus járvány kapcsán már megtapasztalta, és a mostani háborús helyzetben, illetve az energiaválság idején is látszik, hogy csak együtt lehet legyőzni a bajt. De mindenki, aki a gyermekvédelem területén dolgozik, ezt naponta átéli, tette hozzá. Az államtitkár hangsúlyozta, a legjobb és legbecsületesebb gyermekvédelmi szakember munkája is kudarcra van ítélve, ha környezete nem támogatja. A tartós forróság miatt a horgászok sincsenek könnyű helyzetben, az aszály és a nem megfelelő vízminőség miatt oxigénhiányos állapot léphet fel a tavakban és kisebb vízterületeken is, ami hosszabb távon a halak tömeges pusztulásához vezethet. A meleg továbbá kedvez a vízi növények szaporodásának is, amik tovább nehezítik a pecások életét. A megyében az összes folyót, patakot és horgásztavat is érinti az aszály, mindenhonnan 40-50 cm-nyi szint hiányzik. Az alacsony vízállás miatt a halak számára is elkeserítő a helyzet, mert élőhelyüket a melegebb vízben gyorsabban szaporodó baktériumok is veszélyeztetik. Szakács Szabolcs, a Tolna megyei Horgász Egyesületek Szövetségének elnöke elmondta, a melegebb idő a vízinövények fejlődésének is kedvez, a békalencse és a hínár térhódítását nagyon nehéz kordában tartani. Az idei időjárás sajnos nagyon kellemetlen negatív hatásban befolyásolja a horgászatot, a termelést. Sajnos a megyébe, de ha kicsit tágabban beszélünk róla, akkor országos szinten is nagyon nagy problémákat okoz a mind a horgász egyesületeknek, tehát a gazdálkodási hasznosítóknak, illetve a haltermelőknek is. A nagy meleg által előidézett oxigénhiányos állapot elsősorban a hajnali órákban jelentkezik. Leghamarabb a süllők érzik meg ezt a jelenséget, ezt követően a harcsák és a pontyok reagálnak rá negatívan. A legnagyobb probléma az utóbbi két évben Bogyiszlón, a Bogyiszlói Holdunán
tapasztalható, ugye sajnos őnekik a Dunának egy magas vízszintje lenne szükséges ahhoz, hogy a bevezető árkon keresztül vizet kapjanak. Az utóbbi két évben ilyen ár nem vonult le a Dunán, illetve amiről még konkrét információnk van, a Szedresen az őssárvíz, ugye a Holtsárvíz, ahol évek óta víz problémával küzdenek, illetve Bátán a Holt-Duna. Az utóbbi hónapok aszályos időjárása és a mezőgazdasági területek természetes vízfelületről történő locsolása is nehezíti a helyzetet. A klímaváltozás hatására egyre gyakrabban várható egyszerre hőség és szárazság, ha nem mérsékeljük a globális kibocsátásokat. Ez azt jelenti, hogy a világ népességének 93-95%-a a jelenlegi száraz és forró események számának több mint kétszeresét fogja tapasztalni a 21. század végére. Hívja fel a figyelmet Kis Anna meteorológus, az Eötvös Loránd Tudományegyetem meteorológiai tanszékének tudományos munkatársa. Az idei nyár már most megmutatta Magyarországon, hogy milyen az, amikor a szélsőséges időjárási események összekapcsolódnak. Hőhullámok, megdőlő melegrekordok, súlyos aszály és szárazság, amelyekhez kötődően vízkorlátozás és a mezőgazdasági termények pusztulása lépett fel egyes területeken. Az extrém események önmagukban is komoly károkat okozhatnak, azonban kombinálva megsokszorozódhat a negatív hatásuk, aminek a jelenlegi társadalmi gazdasági rendszer nem biztos, hogy ellen tud állni. Megpatkázta a felnéjét menet közben, ezért keresett egy ugyanolyan kocsit, mint a sajátja, és egyszerűen lelopta annak az egyik kerekét egy férfi Szekszárdon. Csak hogy a felrakás közben a rendőröknek gyanús lett, és oda mentek hozzá. Ekkor derült ki, hogy nincs jogosítványa, a kocsiján hamis rendszám van, ráadásul a tolvaj ittas is volt. Az éjszaka közepén egy szekszárdi benzinkútnál ügyködött a két tolvaj. Ez tűnt fel a járőröknek. Oda mentek hozzájuk, és igazoltatták a furán viselkedő férfiakat. Eközben derült ki, hogy a pótkerék, amit fel akartak rakni, néhány perccel korábban még egy másik autón volt, nem az övékén. A földön fekvő pótkerék egy a közelben parkoló autóról került reszerelésre. Elmondta az idősebb férfi, hogy az autót ő vezette, fadról tankolni jöttek, megpatkázott, légvesztetté vált a kerék, ezért volt szükségük egy pótkerékre. Vagyis miután a saját kocsiuk kerekét tönkretették, egyszerűen leloptak egy másikat egy parkoló autóról. De ez még nem volt minden. A rendőröket ezután egyik meglepetés érte a másik után. Az igazoltatás során az is kiderült, hogy a férfi a vezetés megkezdése előtt alkoholos italt fogyasztott, és jogosítványa sincs, soha nem is tett kresszvizsgát, ezért kollégáink előállították őt mintavételre, illetve az autóról kiderült, hogy azon egy másik kocsira kiadott rendszám van. Vagyis a két férfi jogosítvány nélkül, hamis rendszámmal ittasan lopta le a felnit a kiszemelt autóról. Így legalább négy bűncselekmény miatt kell felelniük a pórójárt tolvajoknak. Aranynyakláncot próbált lopni a férfi, de rajta kapták, miután távozott az üzletből, kiderült, hogy mégis sikerrel járt. Azonban a Tolna megyei rendőrök gyorsan a dombóvári tolvaj nyomára akadtak, akinek ügyében tovább folytatják a vizsgálatot. Gyorsan elfogták a rendőrök azt az ékszertolvajt, aki egy aranynyakláncot lopott el az egyik szekszárdi ékszerüzletből. A férfi miután betért a boltba, megpróbált zsebre tenni egy 370 000 forint értékű ékszert. Ezt az ott dolgozók azonban észrevették, így meghiúsult a terve. Azonban miután az elkövető távozott, visszanézték a biztonsági kamera felvételeit, ami rögzítette, hogy a tolvaj részben sikerrel járt, ugyanis eltett egy másik nyakéket. Amennek az értéke 469 000 forint. Ekkor tették meg a bejelentést. A szekszárdi nyomozók ennek kapcsán széleskörű nyomozásba kezdtek. Ennek során egy 34 éves dombóvári férfire terelődött a gyanú, akinél a házkutatás során nem találták meg az ellopott nyakláncot. A férfit előállították és kihallgatták gyanúsítottként lopás büntet elkövetésének megalapozó gyanúja miatt. A férfi a lopás tényét elismerte és részletes beismerő vallomást tett. Az ellopott nyakláncról elmondta, hogy azt eladta, és annak az árát pedig elköltötte, tehát ezért nem került elő a nyaklánc. A dombóvári tolvaj ügyében a szekszárdi rendőrkapitányság tovább folytatja a vizsgálatot. Regionális híreink következnek. Aszály-Somogy megyében nagy bajban vannak a gazdálkodók. Eltűnés miatt keresik őket, mintegy 1000 esetben adnak ki körözést Baranyában évente. Jön a Perszeidák meteorraj, óránként 20-30 hullócsillagot is láthatunk.
Két hónap alatt mindössze 11 mm csapadék hullott Somogy megye északi területein, mindez pedig a termények mennyiségén és minőségén is észrevehető. A kukoricának jóha 40%-át tudják ezeken a földeken betakarítani, de szárazak a legelők is. Az állattartók már a téli eleséget kénytelenek odaadni a jószágoknak. Zörög a kukorica szára ezen a látrányi ültetvényen. Normál esetben ennek csak szeptember végén kellene bekövetkeznie. Az aszály, a szárazság azonban elvitte a termés több mint felét. Tessék! Ez mind annak a jele, hogy a szárazság megölte. Ennek a 8 hektáros táblának jó, ha 40%-ában lesz betakarítható a kukorica, pedig ígéretesnek indult tavasszal. Egy nagyon szép kukorica volt, mindenki, aki megtekintette, azt dicsérte, hogy szép, és közben a csapadék hiány miatt így járt. Ez egy kényszer érésben van, még a csövek ki is hozta, de a csövek már nem telettek ki rendesen. Ez ilyen állapotban van, még ha kapott volna valami csapadékot, akkor még egy kis segített volna. De meg kell nézni, hogy hány van olyan, ami ki se hozta, már nem is tudta kihozni a csövet, és a szemek se tudta kifejlődni, úgyhogy kellett volna. A gazdálkodó úgy látja, nincs értelme tovább várni, hiszen a csövek már nem fejlődnek ki. De le lesz silózva akkor, mi még tudjuk értékesíteni silóként az állatállománynak. Lényegében ezzel valamit lehet, hogy a téli takarmányt pótolunk, de abrak takarmány meg nem lesz. A kukorica mellett szomorú látványt mutatnak a legelők is. Udvaros Zoltán több mint 2000 húsmarhát nevel, az aszálya legelőket, kaszálókat is kiégette, az állatok már a téli takarmányt teszik. Két hónap alatt ebben a térségben 11 mm csapadék volt. Ez nagyon kellett kevés. Volna lennie? Hát ha 200 lett volna, akkor is elbírta volna. Uh-huh. Akkor lett volna jó termés, lehetett volna jó termés, lehetett volna a kaszálókban jó kaszálók, az állattenyésztésnek biztosítva lett volna a téli takarmányon. Most pedig olyan szárazság van, hogy a téli takarmányt etetjük az állattenyésztés, vagy az állatokkal. A helyzet olyannyira aggasztó, hogy a kisebb családi gazdaságok már a felszámolást fontolgatják. A gazdák szerint gyors megoldás kell, hiszen ha maradnak az aszályos évek, mindenki tönkre mehet. A megoldást pedig az öntözéses rendszer kialakításában látják, amelyhez a döntéshozók segítségét is kérnék. Mintegy 1000 esetben adnak ki körözést eltűnés miatt a baranyai rendőrök évente. A számok alapján úgy tűnik, hogy sokan tartózkodnak ismeretlen helyen az eredetileg a megyében élők közül. A számok azonban magasabbak, mint a valóságban. Főleg a kiskorúak miatt olvashatunk hetente, akár többször is rendőrségi felhívást arról, hogy keresnek valakit. Eltűnt egy 12 éves komlói kislány, eltűnt egy 14 éves pécsi lány, eltűnt egy 13 éves pécsi lány. Csak 3 felhívás a sok közül, amit a baranyai rendőrök tettek közzé az elmúlt hónapban. A statisztika szerint 2021-ben 114 felnőtt és 709 kiskorú személy eltűnése miatt adtak ki körözést. Azonban óvatosan kell bánni a számokkal, mondja a megyei kapitányság sajtószóvivője. Az eltűnés miatt indított körözési eljárások száma nem azonos az eltűnt személyek számával. A kiskorú eltűnések esetében ugyanis jellemző, hogy ugyanazon a személy egy évben, akár több alkalommal is engedély nélkül távozik el a gondozási helyéről. Ilyenkor ők mindig egy új körözési eljárást generálnak. Általánosságban elmondható, hogy a 18 évnél fiatalabb eltűnések leggyakoribb oka a gyermekotthonokból történő engedély nélküli távozás, illetve szökés. A Baranya megyei rendőrfőkapitányság illetékességi területén jelenleg 42 felnőtt és 3 kiskorút köröznek a rendőrök, mondja Berlász Viktória. Az eltűnté nyilvánító határozat meghozatalára az eltűnés miatt indított eljárás megindításától számított 90 nap elteltével kerül sor. Tekintettel arra, hogy ilyen esetekben az eljárást
90 évig folytatják, közöttük olyanok is vannak, akiknek a tartózkodási helye már évtizedek óta nem ismert. Idén az első fél évben 37 alkalommal felnőtt, és 487 esetben 18 évesnél fiatalabb személy eltűnése miatt indult körözési eljárás, de a kiskorúak esetében egy-egy személyhez több körözés tartozhat, mint ahogy a sajtószóvivő is mondta, ezért ilyen magas ez a szám. Töretlen a Fonyódi kutyástrand népszerűsége. Sokan éppen azért foglalnak a környéken szállást, hogy kedvenceikkel együtt fürdőzhessenek. Előfordul, hogy naponta több százan keresik fel a kijelölt partszakaszt. Egymás után érkeznek a kutyások erre a Fonyódi strandra. Nem csak magyar, hanem külföldi vendégek is jönnek szép számmal kedvenceikkel. Többségük a környéken foglal szállást. Szeretünk idejönni a kutyával, mert tud úszni is. Mi Németországból jöttünk, és azért ide, mert itt van kutyás strand. Mondta el kérdésünkre ez a német hölgy. Yes. Ő pedig Sári, egy mentett rottweiler. Gazdájával Budapestről érkezett a Balatonra. Ő ájulásig tud úszni, tehát tényleg meg kell fogjam a végén, mert már elmerül, annyira sokat szokott a vízbe lenni. Labda, kibe is, neki ez az élet, ez a víz, úgyhogy nagyon szereti a vizet, a Balatont, az úszást. Sári kutyán kívül a többi eb is nagyon élvezi a vizet, sőt van olyan négylábú is, amelyik a gumimatracon is szeret ücsörögni gazdájával. Fonyódon 2016-ban nyílt meg a kutyás strand, azóta a terület 1 hektárosra bővült. Kell is a hely, mert van, amikor naponta fél ezren fordulnak meg itt. Minden évben próbáljuk egy kicsit fejleszteni a kutyás fürdetőhelyet, ezek egészen apró dolgoktól a nagyobb dolgokig valósulnak meg. Például ilyen, hogy az idei évben a bejárók mellé rámpát csináltunk, hogy a kutyusok is ne a lépcsőn menjenek be, hanem a rámpán menjenek be. Ezen kívül például van egy SAP vízisport eszköz szolgáltatónk, és ez is azt a célt szolgálja, hogy a kutyus a gazdájával együtt tudjon hódolni ennek a sportnak. A Balaton környékén töretlen a kutyás fürdőhelyek népszerűsége, sőt egyre több az állatbarát vendéglátó egység is. Augusztus a hullócsillagok hónapja. A perszeidák hullócsillagai az év legjobban megfigyelhető meteorzáporaként bukkannak fel az éjszakai jégen. Óránként legalább 20-30 hullócsillagra lehet számítani. A meteorraj sötétedéstől kezdődően este 10 órától érkezik az észak-keleti égbolt irányából, leginkább 12-én és 13-án látható. Az év egyik leglátványosabb csillaghullását figyelhetjük meg augusztusban. Mint minden évben, idén is keresztezi útját a Föld és a perzeidák meteorraj. Ezek a meteorok a légkörben 80 kilométeres magasságban szinte elgőzölögnek, amikor gázatomokkal találkoznak. Ezután körülbelül 20 kilométerrel később megsemmisülnek. Ezt látjuk mi, ezt a jelenséget nevezik hullócsillagnak. Az éjszakai égbolt egy párcalagos képződmény, a párhuzamosok megszűnni látszanak, és ezt úgy hívja a csillagászat, hogy radiáns pont, egy metszés pont, hogyha összekötnénk a meteorok csíkjainak irányát gondolatban, akkor egy pontban metsződnének, és ez található a Perzeus csillagkép irányában, ezért nevezzük őket perzeidáknak. Ezeket a hullócsillagokat Szent Lőrinc könnyeinek is nevezik, a meteorok pedig egymás 130 éve keringő üstökösről származnak. És bár a köznyelv hullócsillagnak említi, valójában ezek nem csillagok. Az égi jelenség azonban ennek ellenére is gyönyörű látvány lehet, melyet az éjszakai égbolton figyelhetünk meg. A tetőpontot augusztus 12-én és 13-án éri el. 10 órától éjfél felé különösen, vagy hajnali 1-2 óra felé, akkor kelet, délkeleti irányban, úgy két arasznyi magassággal a horizont fölött, hogyha kinyújtott karunkkal ugye az araszunkat az égboltra mérjük, akkor bizony sokkal jobban, könnyebben el tudjuk csípni szabad szemmel ezeket a meteorokat. Hullócsillag egyébként minden éjjel látható valahol az égen, szinte óránként. Ám ilyenkor a perzeidák érkezése miatt akár percenként is láthatunk egy-egy ilyen fényjelenséget, ha jó helyen keressük. Végül mutatjuk Fők-Tolna megyei híreinket még egyszer, röviden. Berobbant a kánikula, Szekszárdon a város több pontján is frissítő pontok várják a járókelőket. Követhetetlen az emelkedés, az utcaemberét kérdeztük a növekvő élelmiszerárakról. Bajban a halak, az aszály nem könnyíti meg a horgászok helyzetét. Lopott felnivel akart kereket oldani, lebukott a bűncselekményeket halmozó tolvaj.
Szombaton hideg front éri el a térségünket, napos idő mellett egyre erősödő északi széllel érkezik kissé frissebb levegő. Vasárnap napközben napos, gomoly felhős időben várhatóan mérséklődik, majd este ismét erősödik az északkeleti szél. Este éjjel elszórtan záporok, zivatargócok alakulhatnak ki. Hétfőn alapvetően a napos idő valószínű kánikulával, mérsékelt légmozgással, késő délután, illetve este és éjszaka szorványosan zivatarok alakulhatnak ki. Friss hírekkel legközelebb hétfőn este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!